Folytatva eddig is fontos sikerekkel tarkított szereplését remek eredményekkel zárta a fedett pályás szezon Tóth Anna, a DVTK válogatott atlétája. A gátfutó klasszis nagyon eredményes időszakot zárt, U23-as országos csúcsot, egyéni rekordot futott, láthattuk versenyezni a budapesti atlétikai világbajnokságon is. De ami talán a legfontosabb, Anna jelenlegi világranglista helyezésével olimpiai kvalifikáció szempontjából remek pozícióban áll. Az eddig elért eredmények gyakorlatilag már kötelezték arra a fiatal tehetséget, hogy egy nagyon kemény alapozást teljesítsen, ami után január közepén kezdődött el a bevezetőben már említett fedett pályás szezon. Ennek befejeztével kerestük fel Tigyi József edzőt és csapatát, értékelésre kérve őket. Az edzésen pedig éppen egy új eszközt, az egyik külföldi útjuk során látott és kipróbált erősítő eszközt használták, ami tovább segíti majd a fejlődést. A versenyzést azt január közepén vége fele kezdtem el egy külföldi ilyen nemzetközi versenyen, ahol egyébként nem teljesítettem rosszul, bár magamhoz képest, vagy többet vártam el saját magamtól, viszont úgy gondolom, hogy a szezon alatt az idők azok nagyon, nagyon reálisak voltak, viszont a mozgás annyira nem tetszett. De az országos bajnokságra megpróbáltam minden erőmet és minden gondolatomat rendezni, hogy minden összeálljon, és szerencsére sikerült. Egyéni csúcsot futottam, 8.05-tel harmadik helyen végeztem, aminek nagyon örültem, mert ez is egy U23-as országos csúcsot jelentett, úgyhogy ezzel a szezonnal is nagyon elégedett vagyok. Van még mind javítani, van még hova fejlődni, viszont nagyon elégedett vagyok. Voltunk két edzőtáborban a felkészülés alatt, voltunk kint Tenerifén két hetet, illetve Nyíregyházan voltunk egy hetet, illetve voltunk még Pápán is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az edzőtáborok nagyon-nagyon sokat hozzáadnak ahhoz, hogy tényleg jól menjen a felkészülés, de a legtartalmasabb munkát azt a külföldi edzőtáborban tudtuk elvégezni, hisz azért a jó idő és a meleg nem csak az edzés munkából sokkal jobb, hanem tényleg a sérülés elkerülése miatt is, hisz a melegebb időben sokkal nehezebb, ha mondhatom így, megsérülni, mint így itthon a hidegebb időkben. Nyilvánvalóan a sok-sok év munkájának köszönhető az, hogy a 8.05-öt tudtam futni, viszont az elmúlt időszakban megpróbáltunk tényleg most a rajtra ráfeküdni és azon javítani, mert azért az nem titok, hogy nekem az nagyon gyenge volt. Viszont most ebben a szezonban azt tudom mondani, hogy sokat fejlődtem magamhoz képest, és ennek nagyon örülök, ez nagyon biztató a szabadtéri szezonra nézve, úgyhogy remélem, hogy majd a szabadtéren is ezt majd tudom alkalmazni. Hatalmas különbség van a fedett pálya és a szabadtér között, hisz fedett pályán 60 méteres gátfutás van, szabadtéren pedig nőknél 100 méteres, ami nekem sokkal jobb, közelebb áll a szívemhez a szabadtéri, mert én úgy gondolom, hogy nekem kell idő, amíg tényleg fel tudok gyorsulni és el tudom érni a maximális sebességemet, viszont a fedett téri szezon az pedig azért nagyon, nagyon jó, mert ilyenkor tényleg a rajtra és az első gátakra tudunk fókuszálni, és ezekre jobban tudunk úgy készülni. Mindezeket egybevetve sikerült tovább csiszolni azokat a bizonyos részleteket? Elmondható, hogy egy tavalyi önmagához képest egy még jobb Tóth Anna versenyez majd szabadtéren? Nyilván ez évről évre egyre nehezebb, és azért ezzel tisztában is vagyok, hogy azért itt már nem a tizedeket fogom dönteni így egyéni csúcs szempontjából, hanem már itt a századokért is harcolni kell. Viszont nagyon magabiztosan állok neki ennek a szezonnak, hisz tényleg jól sikerült ez a fedett pálya, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez majd vissza fog így jelentkezni a szabadtéri szezonnál, úgyhogy nagyon izgatottan várom, tele vagyok tetvágyjal, úgyhogy lesz, ami lesz. Századokról beszélt a kitűnő gátas, és itt fűztük be a beszélgetésbe, hogy jelenleg 700 másodpercre van az olimpiai kvalifikációtól. Jelen állás szerint a világranglista pontok alapján kijutó helyen vagyok, de azért azt nyilván tudni kell, hogy rengeteg verseny lesz ebbe a szezonba, hisz olimpiai éve van, tehát ez még nagyon-nagyon sokat fog változni. Az, hogy a kvalifikációs szinthez ilyen közel állok, az azért egy hatalmas nagy motiváció és hatalmas nagy löket, meg tényleg pluszt ad nekem.
Egyébként még amikor megfutottam a 12.84-et, és akkor mondta az egyik riporter nekem, hogy 700-adra vagy az olimpiai szinttől, így akkor tudatosult bennem, hogy úristen. Tehát hogy ez nem egy elérhetetlen dolog, de azért azt tudni kell, hogy sprintből tényleg nagyon nehéz a századokból is faragni, illetve évvel évre hozni ugyanazt a max formát. Viszont úgy gondolom, hogyha olyan dolgokon tudunk javítani, ami addig esetleg rosszabb volt, vagy gyengébb volt, akkor úgy gondolom, hogy elérhető cél, de azért még ott van az a lehetőség, hogy világbajnoki ranglistáról is ki lehet jutni, de ez egy nagyon nehéz dolog, és talán ez lesz a legnehezebb évem így életem során. Minden felkészülési szezonnak úgy futunk neki, hogy mindig próbálunk egy picit újítani. De ez az újítás nem egy ilyen belső kényszer, hogy most nekünk amiatt, hogy egyre komolyabb eredményeink vannak nekünk, akkor még ki kell találni a spanyol viaszt, és még újabb dolgokat csinálni. A labdarúgásból vett közhelyes dologot tudok jönni, a győztes csapatot ne változtass. Tehát az alapfelkészülésünk nem változik, apró pici módosításokat teszünk bele, de igazából talán az is ennek a folyamatos, hál' Istennek még mindig folyamatos fejlődésének a titka, hogy nem akarunk letérni arról az útról, amit eddig csináltunk. Van egy koncepciónk, van egy tudásunk. Nyilván ezt a tudást akár én is folyamatosan ugye próbál fejlődni az ember. Ő még jobban oda teszi magát, de hál' Istennek a recept, ami áll az atlétikai centrumból, áll az ő tehetségéből, a hozzáadott munkából, egyelőre működik. Hála Istennek itt fedett pályán is ment az egyéni csúcs, jött belőle a magyar rekord, szuper időeredményt futott, és jól szerepelt a nemzetközi versenyeken is. S ha már a nemzetközi versenyek, mennyit tett hozzá Anna eredményeihez a közös munka változatlanul emelkedő ívéhez, hogy egyre több nemzetközi versenyen tud rajthoz állni? Nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag minden egyes futása annak köszönhetően, hogy ő külföldön versenyezhet, minden egyes futás éles futás. Hogyha most itt hazai versenyeken kellene rajthoz állnia, akkor gyakorlatilag az lenne, hogy ha nem indul a két másik hazai riválisa, akkor egyedül futkározik ott az elején. Még a végén el is hiszi, hogy ő milyen jó futó, mert megver 10 méterrel vagy 15 méterrel valakit, aztán utána, amikor elmegy egy nemzetközi versenyre, akkor meg jön a pofon, hogy pont ugyanennyivel vannak ő előtte. Tehát a nemzetközi tapasztalatot azt nem lehet eléggé a helyén kezelni, hogy az mennyire fontos. És hál' Istennek azért neki olyan feje van, aki nem száll el. Én magam sem hagyom, hogy nagyobbnak gondolja magát. Mindig azt szoktam mondani, hogy menők vagyunk, de még elég kis menők. Amikor önök ezt az összeállítást látják, akkor edző és tanítványa már egy melegégövi edzőtáborban vesz részt, amiután pedig jön a már említett kiemelten fontos szabadtéri versenyszezon, az olimpiai kvalifikációs időszak. Én minden olyan egészségesen befejezett szezonnak, ahol az év per év alapon viszonyított eredménye meg jobb, mint az előző szezonban, annak nagyon örülök, és ez hál' Istennek az idén télen is így volt. Tavaly 8-11-el zárta a szezont, idén 8-05, ez ugye 6 század, egy nem akárkinek az U23-as magyar csúcsát javította meg egy évvel fiatalabbként, tehát ugye az év női sportoló Kozák Luca volt ennek a csúcsnak a tartója, ez mindenképpen egy biztató dolog. Na most a 600-at, ha csak ezt a 600-ot szabadtéren is hozzáteszi, vagy esetleg ugyanennyivel lejön a szabadtér eredményből, akkor valóban arról beszélünk, hogy ez egy olimpiai szint, tehát akkor viszont az megint egy másik minőség. Persze, ha összejön, akkor az egy nagyon szép dolog, viszont ami már tény, és ez meg megint csak egy szuper dolog, hogy neki már kvalifikációs szintje van a felnőtt Európa-bajnokságra, tehát már neki nem kell itt most a ranglistával foglalkozni, ő ha egészséges, akkor Rómába induló lesz, és ez lesz az első szabadtéri felnőtt Európa-bajnoksága, ahol igazából szintén megmutathatja a oroszlán körmeit, és nekem semmi már, hogy az idén ő 100-at fog szabadtére javulni, én annak is fogok örülni, hogy aztán ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Mi megpróbálunk minden olyan munkát elvégezni, amit csak tudunk, és ami előre tud vinni, és majd reménykedünk, hogy mire lesz elég. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy fiatal vagyok még, tehát, hogy még vannak előttem évek, de azért nagyon-nagyon bizakodóan állunk neki ennek a szezonnak.
Ennek okán pedig minden sportbarát, aki figyeli és elismeri a Tóth Anna Tigy József páros munkáját, eredményeit, szintén nagyon bizakodó lehet, egy miskolci sportoló ugyanis világszinten is óriási lehetőség kapujában áll.